Igen. Sziasztok! Ma hanyadika van? 11-e? Április 11, azt hiszem. És holnap lesz húsvét. Igazából káosz van már megint a szobámba. Még mindig. Ezt egy picit fel kell számolni, és egy ilyen lepedőt be kell húzzak. Ennyi igazából a mai dolgom. Mi már nagyon régóta ezt a tojás festési módot használjuk. Igazából már nagyanyáim is így festettek tojást. A lényege a hagymahaj. Egy kis víz kell alóra, hagymahaj, bármilyen hagymahaj jó, csak jó sok legyen, és erre pedig amikor forrik a víz, a harizsnyában a hagymákat,
A tojásokat bele kell tenni. De a tojásokat, hogy a harisnyába kerüljenek, érdekes folyamat. Igazából nem épp steril, de mivel fővővízbe rakjuk 10 percig, ezért sterilizálva lesz. Az a lényeg, hogy egy jó nagyot kell köpni a tojásra, és ezáltal rá fog ragadni a levél. Nem tudom milyen levél, sokféle ilyen lóhere, akár mindenféle virágoknak az apró levelei jól néznek ki rajta, vagy hasonló dolgok, ami igazán rátapad, és akkor jól fog kinézni. Igazából az a lényeg, hogy mivel rátapasztjuk a nyálunkat teljesen, ő megvédi azt a részt a tojás, vagyis ott nem lesz színes, és akkor rajta marad a lenyomat, és szép lesz. És harisnyába pedig azért kell belekötni, hogy hát nem mozduljon el az egész, és így jobban megvédi, meg nem fő ki, meg hasonló dolgok. Igazából az a lényeg, hogy rákapunk egy nagyot, ráragasztjuk a levelet, aztán ráhúzzuk a harizsnyát, meg addig forgatjuk, hogy ez szoros legyen, rákötjük, és igazából ennyi. És egy csomó. Általában mik így minden alkalomra két kofrács tojást szoktunk csinálni, de most csak egyet csináltunk, mivel most csak mi fogjuk megenni, és akkor így nem látunk sok értelmét. Igazából ez pont azért jó, mivel meg lehet úgy enni, hogy bár eltörhet a tojás, nem lesz semmi baja, mivel hagyma, csak hagyma színezék lesz igazából, olyan, mintha hagymás lenne. De nem érződik rajta, mivel csak egy száraz hagyma héj van. Igazából egész évben gyűjtögetünk hozzá, igazából anyukám, és meg lesz belőle ez a egy évi mennyiség. Újra lesznek használva harizsnyák, igen, kimaxoljuk az újrahasznosítási módot minden egyes évben. Amit tudunk, azt mindig újrahasznosítunk, és a harizsnya erre pont jó dolog, mert pont be lehet kötni, és ha eltörik is, nem fő annyira ki, megfogja jobban a tojást is, hát elszigeteli a környezettől, és ezért jobban rajta marad a levél is, mert rászorul, és akkor biztos lesz egy formája. Egyébként csak simán behajigálni hagymás vízbe is, jó, csak akkor sima egy című tojás lesz, és ha az összes olyan, akkor az kicsit uncsi, de egyébként úgy is lehet. Csak úgy, hogyha el van törve, akkor kifő. Igen. De egyébként ez a legökó, vagy tudatos, vagy valami, amit szerintem lehet használni, és mi előszeretettel használjuk ezt a technikát. Igazából mi csak ezt használjuk, mi sose festettünk ilyen festékkel, mivel nem láttuk jónak. És ezt úgyis megmaradt hulladék, jó, igazából ugyanolyan hosszadalmas elkészíteni, és még szebbek is lehetnek a végeredmények, de egy hupi kék, meg hupi lila lehet jobban néz ki, de ez sokkal különlegesebb, mivel már mostanában a falunkban is, és a faluban ez általában sokkal nagyobb, jobban megmaradnak a hagyományok, de már itt is alig festenek páran, itt a környéken az öreg nénik, mások nem igazán. Hát nem tudom miért, én mindig is így fogom festeni. Szerintem a lányaimnak, a fiaimnak, bárki lesz, bárhogy lesz, én így fogok tovább festeni tojást. Igen, igazából én ezt látom jónak, és így tanultam meg, és így szerettem mindig, és kb. És ez most, ahogy nem érhető el, nem kell menni külön boltba, hogy megszerezzük a festéket, hanem ez ott van. Mert ezt
egy évig kell gyűjteni, de nem kell egy évig gyűjteni, hanem csak a hagymának a héja. Az a legkülső héja, szóval, hogyha egy éven át mindig a legkülső héját a hagymának elteszitek egy zacskóba, akkor meg is van, és az elég. Nincs külön kategória, hogy csak vörösből lehet, vagy csak lilából. Mindig más színe lesz, és a tojástól is függ, hogy milyen a tojás, mert vannak olyanok, amiket nem tud befogni annyira, van, amiket igen, de fogalmam sincs. Gondolom a bolti tojást egyformán fogja befogni, mivel azok egyformák, de mik úgy a házi tojással gyártunk, szóval mik ami egyáltalán nem ökó, és nem házi, az a harizsnya gatya. Az ízét is, a gazt is a kertből szedjük, vagy a mezőről. Igen, mint ma gaz. Igazából. Lóherét mostanában nem is szedtünk. Most, mert most csak keveset csináltunk, szóval. Hát, nem. Bementem a kiskertbe, azt szedtem, mint ma gazt. Igazából. Ez volt a nagy sztori. Szóval, hogy hívják? Ma már két sonka megfőzve egy 30 literes fazékban főzték. Vagyis inkább anya főzte, én csak úgy voltam. Aztán szinte egy egész tyúk, igen, egy egész tyúk, és szóval olyan három adag sült hús megcsinálva, egy fazékba természetesen muszáj, és saláta lett még. Szeretett anya, ő csinálta mindent, nagy részt. Igen, azt megcsináltuk, vagy csinálta. Nagy fazék, nagy lábos, vagy olyan, hát egy nagyjal csinált. Nagyjal, nagyon sokat szeret salátából, és hát már szinte meg lett téve, na mindegy. Aztán, igen, tojásfestés volt. Máskor ilyen 50-60 darabokat szoktunk, két kofrács körülbelül, most csak egy kofrács tojás, ilyen 30 darabot csináltunk körülbelül. De mivel nem lesz nagy locsolás, ezért meg fogjuk enni. De mi természetes anyagokkal dolgozunk. Ami egyetlen nem természetes dolog benne a parizsnya, amiben belekötjük a tojásokat. Aztán még régebben, még amikor most már nem, tavaly még szedett az öcsém ilyen tojást. Az a lényeg nálunk faluban, hát, hogy végig mennek a falun, ilyen csapatokra szerveződve, és kisebb csapatokra, vagy nagyobb csapatokra, de a kicsik mondanak verset, kapnak tojást, imit, amot, szinte mindenhol egy kis zseppénzt is összegyűjtenek. Kemény szokott lenni, ilyen 3-700 lejek körül szokott lenni, amit össze szoktak gyűjteni. Ez attól függ, mivel van, akinek keresztülők általában többet szoktak adni, meg úgy általában, teljesen mindegy. És az öcsém, hogyha ilyen tojást szedett össze, akkor mivel mi is csináltuk, és inkább a sajátunkat ettük meg, hogyha ettük is, amit nem, azt nem ettük meg, azt oda a tyúkoknak oda dobtuk. Igen, ők ették meg. Nagyon szerték, főleg most. Nem a fő tojás maga, a kis tojást is. Valami kalcium hiányosságuk van, mert a tojások mindig összetörnek. Összetörik. Meg olyan smekkerek a tyúkok, hogy felállnak a vizére, valamire, és onnan letolnak, hogy törjön össze, hogy meg tudják enni. De hogyha összeszedjük minél sűrjebben, akkor nem nagyon törik össze. De olyan, aki látta az Insta sztorimat, olyan szűk helyekre szoktak tolni, hogy azt rattanak, ki kell piszkálni egy buttal. Na mindegy. Igen.
mindenhova tolnak, ahova csak lehet, csak oda, ahol nem kell. Na de, mit akartam? Hát igen, tojásügy. Aztán arrébb állok, csináltam képeket. Igen, amire ez a videó kin lesz, addigra kin lesz a kép is, mivel most két napos késés volt, ma fogom kirakni a tegnapi videót, amiben nem, holnap fogom kirakni a tegnapi videót, amiben tésztásítottunk, és a mait meg hétfőn. Igen, úgyhogy minden este csinálok, megvágok egy videót, és akkor azt a délután inkább feltölti, vagyis a napnak az első részébe, ami az elsőnek számít, attól finunk okák, nem mindegy. Szóval abban felkerül a videó, és igen. És akkor minden nap van mostanában videó. Én is büszke vagyok magamra, hogyha egy nap nem vlogolok, akkor csinálok valamilyen videó. Valamilyen sok ötletem van. Azt szeretnék most a húsvéton nem lett ilyen húsvéti témájú videó, vallásos témájú, de nagyon rálek állva mostanában a vlogra, milyen témakörre, és hát ebben pedig nem külön szeretnék videózni, olyan meg pont most nincs. De hát a holnap lesz rá erőm, energiám és kedvem is, hogy leülős videó legyen, vagy leülős. Úgyis mindig állok, mert nekem ez így kényelmesebb, hogy mozoghatok közben, meg gesztikulálhatok jobban, na mindegy. Ezeket innen, ha csinálok még egy videót, mert nagyon zavartak tegnap múltkor is, hogy volt valamilyen beszélős videó, és belelógtak azt, meg én letéptem, na mindegy. Szóval belelógnak az arcomba, és akkor úgy, meg nem csak az, hogy engem idegesítenek, hanem árnyékot vetnek az arcomra. Ami kissé szólva nem épp jó néz ki, na de mindegy. Kötök rá így egy. Már második évben bírják ezek is. Szóval már jól bírják. Nyárba lettek csinálva. Most úgy második éve, hogy hát egy évet. És ezen a végén, ennek a szezonnak miután lejár a világos, azaz télen, akkor szerintem a kukába fognak kerülni, mert hát mondjuk ezek a kicsik jó bírják. Ezek szoktak leszakadni néha. De ezek is azért, mert lent vannak, és bögybörögjünk. Mindegy. Igen. Ez volt ma. Én holnap szeretnék, majd meglátjátok, mit csinálok, mert holnap is szeretnék vlogolni. De egyébként szeretnék csinálni, kipróbálni egy hajat, hogyha lesz ballagásom. Ballagás, igen, igen. Arra szeretnék magamnak csinálni, de csak egy ilyen minimál hajat, valamilyen gondjat, és lusta vagyok. Én biztos nem fogok fodrászhoz menni, azért reggel felkelni korán, mert úgyis 8 órakor, vagy 8 óra után, 8:30-ra benne kell lenni az iskolában, akkor hova menni, meg úgyis valószínűleg busszal megy. Szóval egy reggel gyorsan elkészíthető, amit magamnak is meg tudok csinálni, haj lesz. Amihez nem kell lak, mivel terveim szerint mármint a ballagást egy kontyol, vagy hasonlóval fogom végigvinni, és igen. És este pedig, mivel lesz bankett. Létezik ilyen magyar szó, vagy csak még hívjuk, így szóval egy vacsora lesz, meg ami a tanárokkal hasonló dolgok. Szóval azon meg szeretnék egy kicsit kibontottabb hajjal létesülni. Fordítva sokkal kompatibilis lenne, de így gondoltam. De azt, hogy mi lesz, azt majd láthatjátok. Arra is van terve, hogy ilyen vlogos, kicsit vlogos tartalommal le fogom forgatni az egészet. Hú, most sokat beszéltem. Valahogy nem tudom. Jó, egyébként feltettem ma a videót. Minden jó. És hosszan beszéltem, tegnap este megvágtam 30 percet, vagy mennyit. Igen, 31 perc, majdnem 32 perc lett a videó, amiben beszélek a YouTube miért jó egyébként itt
A szempont jó helyre mutatok, szóval abban a sorokban előjön a kártya, és be fogom rakni. Remélhetőleg, ha eszembe jut, ha nem jut eszembe, akkor nem fogom. Ilyen egyszerű. Ha nem, meg majd találjátok a csatornámon egyszerűen. Na de szerintem ennyi elég volt a babulásból.